Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek, én Kis János vagyok, alias Johanna, és a mai livestreamben, egy pillanat, ja így, na, és a mai livestreamben egy vadonatúj zene fog útjára indulni. Szerdán kitettem egy fényképet a Facebookomra, hogy ilyen szavazás témával, hogy trance vagy techno zenéket szeretnétek-e, plusz ezt megosztottam az MSH Music Station Hungary Messenger csoportjában, ahol javarészt technós arcok vannak, technós kollégák, de hogy mi ez a rádió, a YouTube-os videó linknek, a YouTube-os videónak a mi az? Leírásában megtalálható a rádiónak a linkje, és nagy meglepetésemre, ugye a techno az most nagyon így tör be a mainstreambe, illetve hát tulajdonképpen már ott van, és nagy meglepetésemre túlnyomó részben a trance zene, illetve trance műfaj győzött, úgyhogy a mai adásban egy trance zenét fogunk elkezdeni. Annyira új a zene, hogy mindjárt mutatom itt az FL stúdión, hogy hol is tart körülbelül. Tehát így ennyi, tehát csontüres, most fogjuk elkezdeni az egészet. Én gondolkodtam azon, hogy hot keys, ja igen, hogy milyen témájú legyen, és van egy zene, amit mindjárt mutatok, azt hiszem itt van ez a, hol is, Arcade, az a számnak a címe. Igen, ez a Van der Krastenen Stereo Amp Surfer, től az Arcade. Ebben van egy párbeszéd egy apa és egy fia közt, egy nagyon rövid, de nekem az egész zenéből azt tetszik, mert olyan tök jó hangzása van az egésznek, és úgy gondoltam, hogy ennek a zenének is lehetne ez a témája. Úgyhogy, nem VLC? Oké. Tehát úgyhogy írtam hozzá egy ilyen tegnap este egy ilyen skiccet, egy ilyen szöveget, amivel azt fogjuk ma csinálni, hogy AI-jal, mert magyarul írtam le, de angolul lefordítva, AI-jal be fogjuk olvastatni egy férfi hangon és egy kislány hangon, egy rövid párbeszéd, nem olyan nagy szám, és e köré lesz építve az egész zene. Na most trendzene lesz. Mi a trendzenének a főbb tulajdonságai? Tehát nagyon-nagyon tipikus az a rolling mid-bass, az a magas BPM szám olyan, hát általában olyan 138-142 között szokott lenni, ez a projekt ez most 140 BPM-ű lesz, meg tele szintikkel, tele melodikkal, stb. Az, hogy milyen kulcsba lesz, azt is majd útközben fogjuk kitalálni. Úgyhogy elöljáróban ennyi. Még valami, a remix versenyre, amit az előző három adáson keresztül csináltunk, elkészült a zeném, és múlt héten azt ígértem, hogy lesz egy mastering livestream is, ami sajnos nem jött össze, mert múlt hét vasárnap, ugye, mint az adásban is látható, iszonyat módon beteg voltam, és utána egész héten is, de annyira, hogy csütörtökön délelőtt 9:40-kor haza is jöttem munkából, mert már nagyon rosszul voltam. Így fájt a bőröm mindenhol, meg szédültem, a taknyomnyálam egybefolyt, tüsszögtem, köhögtem, stb. Mára már jó vagyok, úgyhogy királyság. Elkészült a remix verseny, a zene, föl is lett töltve, úgyhogy most az van, hogy várom a döntését a kedves megosztónak, vagy a zsűrinek, vagy az előadóknak, vagy nem is tudom kinek, hogy esetleg bekerült-e az első háromba. Úgyhogy ezt szerintem holnap, vagy a jövő héten fog majd kiderülni. Ja, na, kezdjünk neki! Az lesz, hogy ezt a szöveget szépen fogjuk, begépeljük Google fordítóba. Tudok angolul, de úgy azért sokkal könnyebb, hogy beírom magyarul, átteszi angolba, copy-paste, és akkor betesszük az AI programot, de mindent fogok mutatni, hogy mi, hogy merre lesz. Na,
Nyitunk egy. Ja, itt nincsen izé, kép, pillanat. Jó. Itt nyitunk egy új lapot, tehát a Google fordító. És ja, először megépelem az apának a szövegét, vagy a kislánynak a szövegét. Azt mondja, hogy igen. Tehát apu. Legyen mondjuk egy betűvel. Dad, igen. És akkor na, a szöveg az, hogy apa, igen kicsim, ha majd felnövök, hogyan tudnám azt elérni, hogy még jobban szeressenek az emberek? És akkor az a válasz, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és erre szintén egy kérdés a válasz. Nagyon kedvesen, csak annyit kell kérdezned. Na, hogy van? Nagyon kedvesen, csak egy valamit kell kérdezned tőlük. És mi az a kérdés? Miben segíthetek? Tehát egy ilyen, így ennyi. És egy ilyen nagyon emotional trendset terveztem erre a zenére. Na, tehát akkor apu, ha majd felnövök, azt mondja, hogy növök. Hogyan tudnám? Hogyan tudnám az előre? When I grow up, how can I make people love me even more? Oké. Okay. Jó. És akkor ezt itt lemásoljuk. Jaj, basszus. Rossz képernyő. Ja, igen, na, ide begépeltem. Ezt itt lemásoljuk. Oké. Okay. És akkor van ez a murfa.ai oldal. Ide pedig egy ilyen copy-paste-tel Ctrl-V beillesztjük. Ez egy olyan oldal, hogy van egy halom beállított hang előre, és ha nem fizetsz elő az oldalra, akkor itt lehet látni, hogy mennyi van még vissza, ez 10 percről indul, én már egy-két zenémhez előttem pár mondatot, úgyhogy nekem már csak 7 perc, 16 másodperc van vissza. Előfizetni azért nem fogok rá, mert körülbelül 3 havonta fölhasználok belőle 20 másodpercet, azért meg szerintem én pénzkidobásnak ítélem meg az egészet, és nem lehet letölteni azt, amit generált szöveg. De megoldjuk. Velem nem baszik ki a rendszer. Na, füles föl, és akkor meghallgatjuk, hogy ja, kiválasztjuk a hangot először. És itt van az, hogy kid, gyerek, Grace, Hanna, ja. Azt hiszem a Grace-nek nagyon jó az ideje, a hangja. Úgyhogy, basszus. Meleg van most is, mint mindig. Na nézzük csak, milyen a Grace-nek. I can narrate children's books or convey holiday wishes to... Hello, I am Hannah. Jó, Grace lesz. Ezt kiválasztjuk. Speed 25%-kal lassabban mondja, mert amúgy nagyon gyorsan mondja. Nem csak ez a Grace nevezetű algoritmus, hanem ugye az összes hang. És mivel ez ilyen emotional lesz, ezért kell az, hogy egy kicsit lassabban mondja. Na, hallgassuk meg, Dad, when I grow up, how can I make people love me even more? Látjátok, és 7.16, itt már le is vett egy másodpercet. Na mindegy. Dad, when I grow up, how can I make people love me even more? Jó. Szerintem ez így tök jó lesz, úgyhogy azt csináljuk, hogy itt megnyitjuk az Audacity-t, ez egy ingyenes Google-ről letölthető progi. Ez. Itt a felvételre rákattintunk, és elindítjuk a... Nem azt? Ezt. Dad, when I grow up, how can I make people love me even more? Oké. Okay. Stop. Nagyon jó. Tehát, és itt tulajdonképpen föl is vette nekünk.
Úgyhogy nem kell itt letöltögetni. Dad, when I grow up, how... Van, I grow up, van egy kis ilyen, hát ilyen mesterkélt hangzása. I grow up, how can I make people... Teljesen tök mindegy, lesz rajta effekt. Valamennyire el fogja mosni, reméljük. Okés. Ja, és mi az a kérdés? Hoppá, azt még elfelejtettem beírni. Úgyhogy... And what is that question? De biztosan biztos. And what is that question? Ja, igen, oké, nagyon szuper. Akkor jó. Ezt kitöröljük in. Nem igaz, baszki. Igen, tehát ide beírtam magyarul, és akkor itt van angol, másolás, és akkor ezt itt kitöröljük, ez nem kell. And what is that question? Nagyon jó. Hallgassuk meg. And what is the question? What is... Nem de, hanem that. What is that question? És mi az a kérdés? And what is that question? Nagyon jó. Ez pedig innen vesszük föl. Kezd megint rohadt jó, rohadt meleg lenni. Szobában 25 fok, pedig nem megy a fűtés már egy egész nap. Csak ez a sok kütyű itt annyira ontja a meleget. Ja, igen, fölvétel, és akkor mehet. And what is that question? Szuper. Jó. Kövi. Most beírjuk apának a... Tényleg volt meleg, van basz. Beírjuk apának a szövegét. Majd fel, azt mondja, ez egy nagyon jó kérdés, és erre szintén egy kérdés a válasz. Mondja, hogy... Valamiért... Ja! Igen. Aha. Jó. Ja, mert itt a... Ja, aha, értem. Ennek az AE gyors billentyűre van beállítva a monitor váltogatás, és amikor lenyomom az ét vagy az át, akkor így... Ú, basszus. Na mindegy. Akkor én próbálom ékezet nélkül. Ez egy nagyon jó kérdés, és erre minden kérdés a válasz. Nagyon kedvesen csak egy valamit kell kérdezni tőlük. Azt mondja, hogy... Ja, egy valamit az... Egy valamit... This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Oké, és? Akkor ezt be... Ja, ezt nem kitöröljük. Na most egy másik szöveg lesz. Jó, és akkor erre pedig egy férfi hangot kiválasztunk. Ja, itt ki lehet választani, milyen akcentussal. Hát nem is tudom, English, Canada, UK. Legyen egy UK, és Mali. Ja, male, and it's cute. We believe in positive heroism. Accomplishing more by doing the right thing. No.
two first class to Oxford, please. Is that it? Hi, and welcome to Unwind Centre. No. Writing an essay can seem overwhelming, but it's actually easier than you think. Are you ready to take your... Welcome to our new lifestyle brand, designed for the modern... Beállítjuk, hogy middle age. Ja, úgy. Ja, és akkor itt vannak fönt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Earth is home to more than 100 million species of plants and animals. Gabriel, megjegyezzük. Hello, I'm Edward. I come from the UK. My style is simple and conversational. I am known for being professional. Jó, viszont ebben nincsen glitchelés a szövegbe. The Earth is home to more than 100 million species of plants and animals. Mondjuk ebben se. Following your dreams can be both... Ez szar, ez nagyon hallatszik rajta. Edwardot megnézzük. Ja, igen, azt még elfelejtettem oda jönni, hogy igen, kicsim. Yes, darling. Hol az egér, basszus? Végre. Nem, yes, baby. Igen, drágám. Yes, darling. Ja. Mondjuk jó lesz ez. Igen, ide betesszük az elejére, és akkor egybe fölvesszük az egészet. Igen, két mondat. Nagyon jó. Yes, darling, this is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Oké, és... Jó van, megy le szépen az időm. Na, nézzük. Yes, darling, this is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Nagyon jó. Szerintem ez így kurva jó lesz, úgyhogy... Ide-vissza. És akkor innentől kb. Fölveszik, jó? Mehet. Yes, darling? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Yes, darling. Hoppá, az van, na mindegy. Oké, na, ez itt el van nekünk mentve, és ezt az egészet fogjuk, kiexportáljuk WAV-ba, és már mehet is a munka. Úgyhogy ezt a AI cuccot ezt itt be is zárjuk. Pillanat. Ja, ez már nem kell. Oké, exportálás. WAV-ként. Elkezdett, és akkor... Nem. Ezt a kettőt tegnap próbáltuk Jankával, hogy mégis működik, de most ezt megcsináltunk még egyszer. Bár mondjuk itt az apa hang, az, amit tegnap fölvettünk, az teljesen más, mint amit ma. A mai jobb. Úgyhogy mi lesz párbeszéd. Parbeszed. Oké. És akkor nekünk szerintem meg is volnánk. Egy, igen, ezt a kettőt kell. Jó. Elkezdett, meg volt az a How Can I Help? Ja, spoiler alert, megvan az zene címe, How Can I Help? Ön nem. Na most hol van, bassza meg? Párbeszéd, ez az. Na ne, nem. Dad, when I grow up, how can I make people love me even more? And what is that question? Yes, darling.
This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Yes, darling. Jó, és izé, hát, bazd meg. Pont a zene címét nem csináltuk meg. Picsába, nem baj. Ja, azt meg már bezártam. Ó, a faszom. Jó, mindegy. Akkor megcsináljuk megint. Hol is van ez az? How can I help? Azt fogjuk ide gyors beírni. Kitöröljük. Azt mondja, hogy... How can I help? How can I help? How can I help? Valahogy a lejtése nekem aznak pont nem tetszik, mert úgy kéne, hogy how can I help, nem pedig how can I help. Tehát, hogy a mondat vége fölmenjen, nem pedig lefelé. How can I help? Kijelentő mondat? Tudom, hogy kérdés, de attól függetlenül megnézzük, kijelentő mondatban hogyan mondja. How can I help? Így mondjuk jó lesz. Jó lesz. Ezt gyorsan felvesszük. How can I help? Perfect. Oké. Exportálás. Valve. Help. Nagyon jó. Oké, és akkor ezt itt be is lehet zárni, meg ezt is. Ezt se kell. Azt is. Jó. És akkor itt vagyok az Eve stúdióba. Innentől. Mert innentől más dolgunk szerintem nem is lesz. Oké. Nagyon szuper. Dad. Először is most az lesz a process, hogy ezeket összevágjuk, beillesztjük, mint egy rendes párbeszéd, és elkezdjük csinálni a zenét. Ez meg itt közben lepottyant. Móni, hova estél? Na. Dad, when I grow up, dad. És, ja, 140 BPM, azt már be is állítjuk. Igen. És ez meg lesz a... Azt csináljuk, hogy ezt ide tesszük, és ezt a kettőt tettük, és ezt a kettőt egy Ctrl-G-vel egybefűzzük. Jó. És akkor itt létre is hozott egy vadonatúj, mi ez, szempelt, hogy ez az egész szöveg egybe van, nem pedig külön a párbeszéd, és külön a how can I help, úgyhogy ezt itt már kis lett. Nem klónozzuk, ezt nem kis lett törölni, és akkor ezt pedig átnevezzük élből akapellára. Úgy, és akkor ezzel itt már nincs is gond. Dad. Az utolsó D betű mindegy hiányozna. Dad. Jó, nem baj. Ez ilyen lesz. Nem? Dad.
Jó. Ja igen, a múltkori adásban az volt, hogy itt, amikor be lehet állítani ezt a automatic crossfade-et, itt a projectje ez, csak múltkor nem működött. Most itt az van, hogy ugye itt van nekünk ugyanaz a file, és ha ki van kapcsolva, akkor tulajdonképpen csak ezt így rá lehetne húzni, de most az van, hogy így automatán így átfédeli a kettőt. Tehát, hogyha ezt így ide tesszük mondjuk, akkor lehet így látni, hogy így átmegy a kettő egymásba. Tehát lehalkítja ennek az elejét, meg ennek a végét. De ezt én általában kiszoktam kapcsolni, mert nekem az csak zavaró. A file setting project. Úgy, ki van kapcsolva. Nagyon szuper. Oké. Okay. When I grow up, how can I make people love me even more? Oké. Lenyessük itt. Mi ez? And what is that question? Oké, okay, ez szóval akkor ez a kislánynak a része volt idáig. Yes, darling? Aha, ez pedig oda lesz téma. Dad. Yes, darling. Aha, kell egy kis hatásszünet. Dad. Yes, darling. Okay. Dad. Yes, darling. When I grow up, how can I make people love me even more? Okay. Nem. What? This is a very good. What? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to... És? Ez a too much, ez a tünet. És kell oda. There is also a question. You only have to ask them one thing. There is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Okay, sure. Kindly. And what is that question? How can I help? Dad. Okay, na. Ez tulajdonképpen így megvan. Hallgassuk meg, és akkor, hogyha ez így fasza, akkor egybe lesz téve az egész. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Dad. Oké, jó. Ctrl G. Na, és talán egybe megvan az egész a kapellánk. Na. Lehet csinálni a zenét. Oké, és hát mivel is kezdjünk? Kezdjük először azt, hogy milyen kulcsba legyen, mondjuk. Nem is tudom, mik a kedvenc zeném. Armin Magico, aztán Sigaru and Pitch-nek van egy CD, tényleg merizgat CD-t, az milyen kulcsba van. Igen. Ez a Matt Bukowski and Sigaru and Pitch CD.
Hatalmas zene. Nem indítom el, ne, hogy itt a YouTube nekem nekiálljon rinyálni, hogy a hogy copyright, add file, megnyitás, és akkor start processing. Biztos valamilyen minor, oké. Okay. 12A, megnézzük a tutoriált. 12A, D flat minor, az azt jelenti, hogy cis, tehát C sharp. Ja. Már mondjuk F. Ha mindegy, legyen C sharp. Jó, és azt megbeállítjuk itt. Ez az acapella, ez most nem kell nekünk. Ezt tesszük át az egyesre. Átnevezzük. Jó, egy. Ja, persze, mert itt alapból gyárra be van állítva még négy ilyen hülyeség. Oké, és nem. Jó, és azt mondjuk az egyesre. Bár mondjuk úgyis az egyes a kick lesz. Dad. Yes, darling? Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? Hát 12,000 Hz fölött sok minden nincsen. Majd teszünk rá. Jó, először is pianóról, és itt meg beállítjuk akkor a C-sharpot például. Nem, hol van? View, scale highlighting, ez a minor. Várjunk csak. Minor, igen, jó, szuper, oké. És akkor C-sharp. Ez. És akkor azt csinálja, hogy itt, ami világosabb szürke, oda lehet tenni az összes hangot, a fekete pedig a hamis rész. Ha itt fölül ez a kis hangjegy ikon be van nyomva, tehát, hogy nem ilyen szürke, mint most, hanem így zöld, akkor tulajdonképpen csak a szürkére tudsz tenni, arra engedi, a sötétebb szürkére pedig nem. Okés. Tulajdonképpen kezdődhet a zeneírás. Kiválasztunk először is egy kicket. Kicket, ami szempel, pakisítva nekem trans kicks. Na milyen legyen? Már a C-sharpnál milyen lehet? Azt mondja, hogy lehet this, e, this, this. Oké. Ez this. A kis hangot adok a fülesre, mert így. Oké, és? Jó. Nem tudom, kurva jó az összes. Ez nem. Megnézzük ezt, ezzel hogy működik. Ja. Ez most egy kicsit arrébb. Eltesztik, ez nem kell. És végre 4/4-es ütemben már az előző két zeném 3/3-os volt, és annyira tököm ki volt vele. Eléggé szenvedés volt csinálni. Jó lesz. Jó, akkor ezt egy kicsit kikerázzuk, kikozmetikázzuk. Bár mondjuk nem, most nem. Oké, és akkor jöhet a rolling bass. Nem is tudom, valami melódit ki kéne neki találni.
az a gáz, hogy ezt a videó visszanézve annyira, sőt, nem annyira, abszolút nem lehet látni, hogy az ember fejében ilyenkor mi zajlik. Nem baj, először keresünk valamilyen hangot. Mondjuk Spire. Azon belül is valami transzes cuccot. Itt van a kedvenc hangom, ez az It's Trans, de kurva jó, de basszus, minden zenében, hogy ezt rakom bele, akkor annyira unalmas lesz az egész. Bár mondjuk elsőre most berakom annak. Nem is az volt az. Itzre. Egyelőre csak megnézni, hogy hogyan működne. Úgy akkor kezdjünk el valami dallamot írni. Magyis. Na, például ide C-sharpra rárakom, működik. Mert hogyha ez a hang ugye be van nyomva. Rá akarom rakni ide a D-re, egyből oda fölé rakja. Tehát így nem jó. Ha kinyomom, akkor rá lehet tenni. Ez azért jó amúgy, hogyha mondjuk akkordbeletet akar írni az ember, akkor rohadtul meg tudja gyorsítani az egész munkafolyamatot. Mert csak fogja, kijelöli a dallamot, és akkor így egy az egybe duplikálja, fölé másolja, és magától berakja a program a megfelelő helyre. Na, ez már az izé, magical. Jó lesz a vonal. Valami olyasmi dallamvonalat akarok neki kitalálni, hogy így fölfelé menjen. Tehát egy igazi uplifting trance legyen, meg a How Can I Help az amúgy is egy ilyen pozitív gesztus, tehát ilyen fölemelő az egész. Egész jó! Egész jó, nem is rossz. Ez annyira nem, egy ilyen loop is kéne a végébe. We'll be right back.
Okés, jó. Alá pedig egy oktával alá, valami rolling cuccot, vagy oké, és hát tulajdonképpen ezt így no. Yes. És ebből pedig, ezt pedig rövidebbre vesszük. Jó. Tehát ez pedig egy picit lejjebb. Az egy hanggal. Ezt is. Ó, bassza meg, nem? No. És az pedig ezt ide le. Hát megnézzük. Szerintem kurva jó lesz. Kezdésnek. Egyes pattern. Nézzük meg, kikkel, hogy szól. Jó, akkor nevezzük is át egyből. Mi legyen ez main melody? Main melody, és mondjuk zöld. Oké. Ja, ez kick. Yes. Yes, dom, stibri. Jankának a nagy, újdonsült nagy kedvenc zenéje. Ok.
nekik. Azt mondja, hogy... Main Melody, nagyon szuper. Jó, a kicket alapból áttesszük monóra, és alapból lehúzzuk mínusz 5 decibellel. Nézzük csak az automatizációt. Így basszus, a cutot nem lehet itt izélni? Hogy is kéne? No, na mindegy, amúgy ez a hang lesz, valami más, de elkezdésnek egész jó. Jó. Egy baseline-t, valamit. Az is egy ilyen... Az is egy splice lesz, és szintén itt a trans mappán belül valami. Uplifting driving trans. Ez mondjuk midbassnek, rolling midbassnek egész jó lesz. Tehát jól levesszük a hülye effekteket. Jó, csináljunk egy, akkor egy roll bass-t. Az első réteget. Anyád. Oké, ezt négyes. Mi a hármas? Mi a main melody? Hoppá, ez itt. Jó, és akkor most jön a trance zenének az a része, ami igazán trance-é teszi a számot, a mid bass első réteg, mert szerintem kettőt fogok beletenni, hogy teltebb legyen a négyesre, és akkor alapot teszek rá egy LFO toolt a side chain miatt. Alapból nem kell. Míg a sidechain-t majd úgy is beteszem az effect lánc legvégre, most csak így meghallgatni, hogy hogyan hangzik. Na most fülesen amúgy teljesen más, mint hogy a rendes hangfalakon hallgatnám meg. Thank you.
Oké, akkor most dobunk erre valami melodit. Ja nem, de hülye vagyok. És akkor ez meg a másik ciszen. Nem rossz. Midbass 1. Jó, ezt is akkor. Midbass 1, és... Akkor dobunk egy klónt, és akkor megnézzük, hogy itt mik vannak még. Ez is jó lesz, ehhez erre se kell a delay. Ez jó, ez jó vastag hang. Úgyhogy ezt fogjuk, és lekopizzuk. Jó. Oké, és szuper lesz, itt bész 2. Meg ezt is. És ami ezen van, effekt, lánc, azt áttesszük egy az egybe, ugyanazokkal a beállításokkal, az ötös sávra, bár mondjuk átletném ezt a négyesre is, de nem fogom, mert úgyis más lesz a karaktere ennek a midbassnek. Egy kicsit hangos. Meg van benne valami zavaró frekvencia is. Nagyon nincsen. Jó. Elkúzni majd végén. Meg úgyis még egy kompresszort kell rátenni. Meg egy csomó mindent. De azt majd mind útközben. Na nézzük meg, hogy egyelőre hogyan szól nekünk ez a kettő egyszerre. Lehet, hogy az lesz, hogy az egyiket átteszem balra, másikat meg jobbra. Ja.
szuper, szuper, szuper. Mit bész egy? És most már jön a sub-bass. Remélem találunk valami jót. Nem tudom, hogy a sub roll bass legyen, vagy csak simán ilyen... Nem lesz roll bass. Ez most nem. Spire. Ez. Ez jó lesz. Ez nagyon szuper lesz. Pianóról. Nem, ez az. Úgy. És ez így. Csak erre is teszünk egy oldalláncot. Nem kosár. Na. Itt még nem érhet véget. Basszus, a control limitert meg elfelejtettem kitenni. Tehát ide én mindig szoktam tenni egy limitert, ide a jobb felső sarokba, csak a vizuális feedback miatt, mert ezzel semmit nem csinál, csak lássam, hogy eléri a nullát, hogy melyik hangból hogyan kell levenni, vagy nem. Oké. A sub-bass-ből alapból levesszük a magas részt, ha van. Aha. Ja, meg hangerőt is. Jó, nézzük all together. A dallam nélkül persze. Jó lesz. Szuper. Most azt csinálom, hogy ezt a dallamvonalat átrakom a baseline részébe.
Ups, hogy vagy? Oké, és egyre följebb. Jó. Oké, és ez pedig egyel lejjebb, ugye? Igen. Ez is egyen lejjebb. És az utolsó pedig, amelyiken van a this. This is. C-c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 -
Ugyanezt bemásoljuk, bemásolom a másikba, ide. Nem. Itt másolj van, okés. Oda. És ez pedig az utolsó meg föl a diszre, ugye? Ja. Oké, és most már csak a baseline-t kell ugyanígy megoldani. Oké. Start. Super. Jó, jöhet valami, nem is tudom, valami magas loop például, amit itt a Krisztus előtti sample packból, a Vengeance-ből fogok kiszedni. De tényleg Krisztus előtt valami 2000-2001-2 környékén, amikor nagyon még a hands up volt a menő, illetve az akkor robbant be, és az szinte az összes 140 BPM-re volt belőve a zenék, ezáltal a sample pack is, úgyhogy innen elég könnyű lesz csemegézni valami loopot. Fú, nagyon old school. Na. Megnézzük, mennyire működik. Ja, hát itt lehet látni, hogy grid-től gridig van, úgyhogy ez halál pontosan 140 BPM. Ugye ezzel az ennyire könnyű lesz dolgozni. Illetve ezzel a projekttel. Jó, akkor mondjuk. Hibátlan! Lehet, hogy a magas az nagyon jó benne.
Hát tulajdonképpen mindjárt kész is a zene. Na jó, azért annyira nem. Tehát még rengeteg meló van vele. Kickstart. Nem? Jó, nekünk az nem kell bele. Na, akkor azért egy a Twitch-en egy üzenet. Két szó, jó lesz. Nagyon szépen köszi. 1-2-3-4-5-6-7-7-7-8-8-9-9-9-8-9-től. Érdekes egy felhasználó név. De, köszi, hogy tetszik. Oké, és a fő dallam megvan. A baseline az úgy, sőt, ja, ezt itt át is írjuk. Bass, tehát hogy nehogy én nekem meg elfelejtsem, hogy mi micsoda, meg itt is. És a bass-t alapból azt is áttesszük monóba. Nem, ezt szint akartam. Tehát nem csak a trendzenénél, szinte a szinte minden zenénél, legalábbis így az elektronikus zenén, a kick, tehát ez szerintem írott szabály, a kick és a baseline az mindig mono. Nincs kivétel. Úgyhogy ezeket alapból át is teszem már most. Ja, a kapella. Oké, és ez a szöveg az még arrébb. Most csinálunk egy valami pad. Igen. Valami padet. Azt pedig a szerintem a Nexus-szal. Nem nagyon szeretem a sample alapú wavetable-öket, tehát mint például a Kontakt, meg a Nexus, ami azért szempől alapú, mert igazi hangok vannak fölvéve, tehát igazi ének, igazi hegedű, és azok vannak modulálva a pluginon belül, és azt általában filmzenékhez szokták használni, vagy nagyzenekari zenék készítéséhez, nem specifikusan az EDM-hez, meg a trance, a technohoz, meg aztán főleg nem. Bár vannak kontak, most nagyon jó hangok, de nem tudom, én sokkal jobban szeretem a wavetable alapúakat, tehát nem sample alapú, hanem wavetable, mint például a Serum, meg a Spire is. Úgyhogy de most kivételesen a Nexusból fogunk pedet keresni, mert abban vannak ilyen nagyon ilyen trancy pedek. Hát ez a ThinkPad, ez biztos, hogy nem az. Nem? Single pads? Classical leads, epic pads, gated pads, ez az. Egyszer megnézzük, hogy ez mit mutat. Ez miért? Mi ez? Na mi van? Ja, ez a bass. Oké. Basszus. Szubbasszus szörny. Jó,
Az pedig lesz egy pad. Aztán hol tartunk ezzel a streammel? Hát azt most így pont nem tudom megnézni. Na mindegy. Pad. Oké. Ja, háromkor kezdtem. Ja, jó, oké. Egy és negyed óra. Jó. Cisz. B. Ja nem, ciszen. Kezdjük. Hoppá, nem. Vissza. Pianóról. És ja nem. Még volt ez a disz, azt hiszem, ugye? Ja, jó. Na, szóval ilyenkor tök nagy segítség, hogy ez a kis hangjegy ide, itt be van nyomva. Ez a FL Studio 21.2-től van, azt hiszem, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, hogy fogod, így lemásolod, és hiába akarod te oda tenni a D-re, nem engedi, egyből fölé teszi. Tehát nem a hamis hangra, hanem a rendesre, és ezáltal tök gyorsan lehet csinálni a kordmenetet. De nekünk ezt ide kell tenni, ezt pedig ide. Úgy. Jó, hogy ezt leteszik egy oktávval, ezt meg itt elikor meghosszabbítjuk így. Oké, jobban hangzik. Sokkal. Magas. Loop. Ez szerintem csak ilyen előmagas lesz, mert a főmagasat azt külön one-shotokból szeretem csinálni. Hátes. Hátes nagyon jó. Teszünk alá még egyet, ezt itt leklónozzuk, és egy oktávval még lejjebb. Új. Nézzük meg a zenénkbe, hogy hogyan mixik. Okés. Na, szerintem idáig egész fasza. Következő trans arpeggio. Azt fogjuk csinálni, hogy ezt a ped akkordmenetet lemásoljuk, és ebből fogunk egy plug hanggal arpeggiót csinálni. Úgyhogy következő. Na, hát ez most ja, nem, de hülye, nem ezt akartam. Ugye az most nincsen megnyitva. De nem kell. Add Spire. Jó.
Szintén transz hangok, hangmappa. Mondjuk így ilyen... Nem rossz, nem rossz. Na, szóval az a folyamat, Ctrl A, azzal így az egészet, hoppá, nem. Azzal így az egészet ki lehet jelölni. Ctrl A, úgy. Ctrl C. Sokkal jobb, hogyha megtanuljátok a gyors billentyű használatát, mert rohadtul felgyorsítja a workflow-t. És Ctrl V. Na most mi kaptunk egy ilyet. De hát nekünk ebből arpeggiót kell csinálni. Alt A, és meg is van. Hoppá. Csak nekünk szerintem ez nem kell, és akkor ebből csinálunk arpeggiót. Hoppá. Oké. Okay. Teszteljük. Nem. Nem föntről kéne indulnia, hanem... Tehát nem föntről, hanem lentről, úgyhogy ezt visszaundózzuk. Nem a flip, hanem normál. Oké. Accept. Na és akkor most. Igen, hangos, tudom, hogy hangos. Itt valami nem kosár. Ja, így lesz akkor. Ja, így lesz. Ezt is vissza. Ez egy teljesen tipikus baseline vonal. Mármint, hogy felépítés. Akkor ezt is. És... Ja, basszus! Nem. Itt is. Tehát, na jó van. Azt akkor kinyújtjuk egészen eddig. Ja. Egy blokkal elszámoltam, egy nagyobb blokkal elszámoltam magam. Na, így lesz a jó. Meg szerintem ez is. Ide. Ez ide.
ez pedig ide kb, ugye? Na jó. Belezavarodtam már, úgyhogy csináljuk meg még egyszer a peddel. Jó. Ctrl-C, és akkor az arpeggiót pedig. Na most lesz a jó. Jó lesz. Arp. Oké. Magas loop, ezt még átnevezzük, de itt. Jó. Szintik megvannak. Szinti boy, alias Zagyva Tibor. Kocsmában a tévé felhangosít, háttérzaj leszáll. Zsá. Ja, Isten. Jó, akkor most valami tapsot keresünk. Tehát, hogy így a, nagyjából így a keret meglegyen. Vengeance végiek. Clap. Valami hosszút. Not too bad. Basszus, még így működés fog, talán. Oké. Ezt alapból már nevezzük át, tapsra. Oké, kell egy hi-hat. Valami closed. Jó, jöhet. Ez mi? Ja, ez az arp. Oké. És ez pedig akkor lesz nekünk itt a hi-hat, ugye? Itself. Egyelőre. Closed head.
Jó, hoppá. Wow! Szerintem nagyon állat lesz ez. Lehet, hogy ezt a close hetet egy kicsit meg kell bolondítani. Mégpedig úgy. Legalábbis én azt szoktam csinálni. Először is megnézzük, hogy milyen hangom van. Vagy milyen hangmagasságom van. C. Jó, akkor egyet emelünk rajta. Habár nem is ott. Hanem a pianóralba. Oké. Na, azt tudom csinálni. Jó. Van nekünk ez az alap. Akkor. Ilyen shaker effekt. Ilyen hangerővel. Ami így hallatszik. És még itt a jobb bal oldalt is el szoktam egy kicsit így panorámázni. Legyen egy ilyen sztereó hangzása. Jó. Oké, és nagyjából megvan az ütemhang, még egy csomó mindent kéne amúgy, de most valami textúrát vagy atmoszférát keresünk hozzá, a splice-on. Igen. Itt is megnyitjuk az appot, lent. Mi ez? C minor trance. Ugye? Sounds, instruments. Nem is tudom, hol vannak. FX, atmosphere. És akkor ki az C minor. Azt hiszem ja. Az előző zenénk is C minorben volt. Ja, úgyhogy arra kéne vigyázni, hogy ne ugyanazt az atmoszt tegyük bele. Genre, ja, igen, csak annál a techno volt, ugye ez meg trance lesz. 140, tökéletes. Mik vannak itt? Kész, Mario, Super Mario. Ez is de jó, bazd meg. Na,
Jó, van, egyelőre ezzel a kettővel dolgozunk. Sounds, eljöttek? Ja, megnézzük először az, amit most töltöttünk le. Baba. Csodálatosan hangzik. Kurva jó. Ez. Female Atmos. Dark. Oké, és? És akkor erre first of all equalizer. És lehet, hogy egy transgétet rá kéne tenni a gross bittel. G, 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 F, G, ott van. Ami, itt vannak nagyon jó transgétek. 1, 2, 3, 4, de én ezt az egyet szoktam. Meg a kettest. Jó, élből teszünk rá egy kompresszort, mert itt, ahogy látom, nagyon kileng. Az meg úgy nem jó nekünk. Okay. Nem tetszik. Jó, ez a melódi most egyelőre nem kell nekünk. Jó, megnézzük a másikat. Az mit mutat? A gross beat nem is kell rá, csak egy kickstart. Egynek jó, majd eldől, hogy benne marad-e a projektben, vagy nem. Következő... Most listen.
Oké, és? Egyelőre te nem élsz innen. Az igazat megvalva fogalmam sincs. Jó, most ezeket egyelőre hagyjuk. Otto B. Jó lesz, Jani. Köszönöm szépen, igyekszek. Oké, tehát megvan az arp, megvan a pad, megvan a fő dallam, szoszó, a kick, a mid-bass, a bass, egy-két ütemhang, atmoszféra, mi kell még? Szerintem így riserek, ja crash, az mindenféleképpen. Valami klasszikus. Nem. Ride, az is kell. Tehát magasok között. Hát az arpra kéne valami automatizáció. Egész jó, azt kell, hogy mondjam. 54 másodperc, hát nem, én ennek még azért hosszabb elejét terveztem. Kezdésnek nem rossz.
Úgyhogy azt itt még egy picit. Innen elvesztük a magasokat. Hoppá, ez mi volt? Yes, darling. When I grow. Okay, egy kicsit foglalkozunk most a mi ez a kapellával. Egy pillanat, mindjárt jövök. Na, meg is jöttem. Ja, kicsit foglalkozunk az akapellával. Yes, darling. When I grow up, how can I make... Tegyünk rá. Yes, darling. When I grow up, how can I make people... Yes, darling. When okay. I grow up, how can I make people... Először is egy kompresszort. Yes, darling. When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also... Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Yes, darling? When I grow up, how can I... Okay. Songwriter? Lehet, hogy mondjuk fordítva kellett volna. Ja, biztos. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Ooh. Dad. Yes. Dad. Yes, darling? When I grow up. Oké. Okay. Teszünk rá még egy a filtert. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? Yes, darling. Oké, ezt kijelöljük, és akkor ezt veszi lumba. How can I make people love me? People love me even more. Can I make people love me even more? Can I make people love me even more? Can I make? Can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. Can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Pillanat. Mi van akkor, hogyha? How can I help? How can I help? Not too bad, not too bad. De még egyelőre maradjunk a szövegnél. Yes, darling. When I grow up, how can... Yes, darling. When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question. Yes, darling. When I grow up... Yes, darling. When I grow... Mm-hmm. Most szerintem erre itt már most teszek egy automatizációt, hogy amikor vége van az akapellának, akkor nyisson
a pad, pedünk. Úgyhogy az első automatizáció most létrejön. Delete nem kell. Meg is itt a filter. Ez lesz az. Hú, de epic. Oké. Okay. Nagyon jó lesz. Csak honnan kezdődjük, mondjuk? Aha, innen, jó? Create automation clip. És ott már meg is csinálta nekünk. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question. Hát én nem is. Lehet, hogy nem is kell ennyi magas nekünk, így a vége. Ez egy kicsit tompábban kéne szólnia. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Oké, és? Ide vetettem még egyet, egy ilyen rövidet, amit az eleje. Dad. Akkor lehet, hogy most jön a magic. Igen. Ez is. Hát mindegy, ott is jó. Tulajdonképpen. De mégse. Copy. Jó, ez most csak így átmenetileg van így, tehát csak egyelőre meghallgatni, hogy hogyan hallatsz, hogyan hangzik. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? No, what's going on? Yeah. You only have to ask them one thing very kindly. Not that. Ezt terveztem így a kiállásnak, de ez szerintem sokkal kurvábban jó, mint ahogy elképzeltem. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? Egy impactot, azt nagyon gyorsan beteszünk. Anytime is party time, party time is anytime. Spytek! De azt mondjuk a Kashmirból itt vannak nagyon jó ilyen BAAAAM! Ilyen tök fasz a impactek. FX. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Help. 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 De akkor most már tulajdonképpen lehetne sweepeket is berakni, vagy valamilyen... Például. Help.
Geci jó, imádom a trendset. Help. Lehet, hogy erre is kéne tennie valamit. Yes, darling. Mert úgy értem, hogy valami automatizációt. Már mondom, hogy nem ez a hang lesz, de hát most nem tudom, annyira jó szól basszus, hogy nem igaz. Yeah. Tudom, melyik itt a... Itt a cut-off. Megvan, királyság. Kb. Innen. Úgy, jó. Okés? És akkor ide teszünk egy... automatizációt. Itt van, meg is kaptuk. Dad. Yes, darling. Oké, és akkor ezt nézzük. Innentől pedig kiugrik teljesen. Okay. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Jó lesz. Yes, de. Még ide, erre szerintem még az acapellára egy delay-t is kéne tenni. Vagy lehet, hogy úgy kéne, hogy a kislány meg a faszi, hogy az egyik egy picikét bal oldalt szóljon, a másik meg jobb oldalt szóljon. Jó. Yes, darling. Megcsináljuk. Yes, darling. When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question. Okay. This is a very good question. And what is that? És. Jó. Hát akkor kislány, apa. Kislány, apa. Impact. Kislány. Apa. Jó, akkor ezt még unikoljuk. Oké. És szépen elnyesegetjük ezt. Itt, meg mondjuk itt. Jó. Ezt kitöröljük,
Ez. Majdnem. Meg ezt. Jó, és akkor a kapella 2, az nekünk melyik? Az a kislány, ugye? Dad. Szuper. Akkor rename. A kapella. Hát tudom, nekem ez az igaz. Kislány. A zongoránál fehér ebb, az orgonánál. Jaj, de szépen játszotta a Johanna Trenzenét. Jaj, bazd meg. Dad. Yes, darling? Okés. Dad. Dad. Ja, pont fordítva, de jó. Jó, és akkor ez az apa. Jó. Dad. Dad. Yes, darling? Ja, és akkor ezt itt egy picikét, mondjuk 20%-kal balra, 20%-kal jobbra. Dad. Yes, darling? When I grow up. Dad. A kislány legyen nekem bal oldalt. 40, és akkor ez is 40, mondjuk. Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I... Jó. Dad. Yes, darling? When I grow... Dad. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Hát szerintem már ennyi. Igen. Jó, tehát így néz ki, ez itt nekünk most egyelőre nem kell. Az se. Na, egyelőre hallgassuk meg, hogy mit alkottunk. Ugye? És akkor mára tulajdonképpen ennyi is lenne. Na. Sőt, nem is kell az elejére. Baseline. És, mivel nem kell baseline, itt a kick egész nyugodtan mehet ki teljesen. Hogy ja. Jó, Ctrl S. Opa. Még egyelőre nincs is elmentve, basszus. Nem OGG, hanem FLP. És akkor nem a TransFence, hanem elkezdett. És akkor how can I help? Okés, na. Akkor így néz ki a full, az eddig elkezdett projektünk. Pillanat.
a pad, az megy ide föl. Na. Kopi. Egészen idáig. Innentől pedig le, ugye? Yeah. Egy csomószor van úgy, hogy azt mondom, hogy így, már hogy nem streambe, hanem amikor így egyedül zenét szerkeztek így offline, így a négy fal között, hogy na jó van, most vége, most hallgassuk meg, hogy mit csináltunk eddig, és akkor általában az szokott lenni, hogy ugyanaz, mint itt most, hogy hallgatom, és akkor de jó, basszus, itt még kell valamit csavarni. Megint, na jó, akkor most már tényleg vége. Megint hallgatom, és na, itt még kell állítani valamit. És ezzel az ilyen kis hülyeségekkel 2-3 óra úgy el szokott menni, mint a 20-at. De most nem, mert tényleg mindjárt lejár a, hát nem lejár a stream, csak már túl vagyunk a 2 órán, meg nekem is még lenne dolgom. Most ide teszünk még egy Kickstart automatizációt, hogy innentől ki legyen kapcsolva. Hol is? Kickstart, igen. Tehát ezt a hangerő gombot automatizáljuk. Idáig, mert itt már nincsen kik, ugye? Igen, és itt már ki van kapcsolva. Igen, itt már nem szól. Na, és akkor most tényleg a vége. Jó lesz. Na, hallgassuk. Yes, darling? When I grow up, how can I make people love me even more? This is a very good question, and the answer is also a question. You only have to ask them one thing very kindly. And what is that question? How can I help? Na, gyerekek, ennyi volt.
Remélem tetszett, jövő hét vasárnap folytatjuk, de lehet, hogy még előbb, de a vasárnap az 100%. Tulajdonképpen ennyi. Hogyha tetszett amúgy ez az egész livestream, meg az előző adások, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy minél előbb értesülhess a legújabb adásokról, plusz a Twitch csatornámra is. Mára ennyi volt, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebb. Sziasztok!